Sziasztok, ez itt a Bögre legújabb porosz puzzle videója, 18. srácok, lehet, hogy már korábban megtörtént, de nem vettem észre, hogy csak most döbbentem rá. Látjuk az új világot. Látjátok a kis térképet itt alul jobb oldalon? Ott van. Akármi is, az ott van, és most megnézzük. Úgyis most ilyen chilles epizód van, úgyhogy... Úgyhogy erre fogjuk használni, hogy megnézzük az új világot. Nagyon néz ki! Imádom. Na jó, lássuk csak, haladunk itt. Hoppá, itt már vannak kontinens, vagyis területek. Ez nem a Paradox sziget, azt hiszem, de nagyon hasonló ahhoz. És itt van a nagy kontinens. Wow! És már zajlik a háború érte. Occupied by France. És Angliához tartozik, és itt vannak további területek. Ezt... Elképesztő. Ilyen jól lehet ezen a kis szigeten élni. Ez olyan, mint a Bahamák. Nem, a Bermuda. Rapper. Akkor tudjuk, kik laknak itt. A rapperek. Mik vannak itt? Kraten, Zixby, Urutaka, Nedvek. Wow, undi. Gravax, Koval, Esanapi, Toxdrant, Tritombra. Nem esti tudnám mondogatni ezeket. És hogy néz ki a rendes nézetben? Ó, itt elfelejtették, hogy sarkvidék. Doesn't matter. Itt nincsen sarkvidék itt éjszakon. Itt a végtelen jó idő tárháza van. Itt viszont már kezdődik a sivatag, vagy ami ilyesmi. Jaja, ez már Dryland. Hű, hát ez nagyon durva. Ezek micsodák ezek a kövek itt? Belementek az erdők a fába. Pontosabban a vízbe az erdő. Nem az erdő a fába. És most nem tudok betelni ezzel. Van egy nagy hegy, Sutrikokkéban. Vannak őslakosaink is? Kell, hogy legyenek. Ezek az angolok. Mondcsak-e? Ők például nagyon őslakosnak tűnnek. De ehhez képest ők tribe. Nem sima őslakosok, hanem... nem speciálisan őslakosok, hanem csak sima tribe. Munacske. De észak-amerikai őslakosok. Jó, Sequit. Ők is. Hát ez valami fantasztikus. Ah, ez nagyon imádom ezt a funkciót benne, csak nagyon ritkán használom, mert... Néha érdekes eredményeket vezet. Na jó, mi újság itthon? Nem kezdtük rá a magosításokat, az újság, úgyhogy... good going, Balázs, egyenlőre nagyon jó. Az a helyzet, hogy most két helyen is lesznek lázadások. Az egyik itt, Lipcsében, a másik pedig itt, ezeken a területeken. Úgyhogy... maradunk itt, azt mondom. És közben pedig... megnézzük, hogy halad... az Institution terjedés. Az előző részben leszpónolt a Printing Press, nem nálunk, of course. De a közelünkben. Szóval legalább ennyivel van ennyi. És amúgy mindenhol tök gyorsan jön. Ja, mert mi amerizék vagyunk. Protestánsok. Az a fura, hogy nem az országnak-e protestánsnak, anglikánnak vagy... reformátusnak lennie, hanem a tartománynak. És éppen ezért Ausztriában is ugyanúgy tud terjedni, miközben Ausztria teljes egészében valamilyen új reformált vallást követ, de közben Ausztria maga nem tud váltani. Ami nagyon érdekes koncepció, mivel német-római császár ezért nem tud váltani. Mi meg nem lehetünk német-római császár. Na, ami fura még, az az, hogy... szavazunk Svédországra. Mert senki nem elérhető. Mindenki váltott a HR-én belül. Az elég para, mert elég király. Ők nem váltott. De ők is... nem, ők nem váltottak. A palatinátus nem váltottak. A palatinátusra miért nem lehet szavazni? Rossz az államformája? Nem rossz, mert nincs utódja. Aha. Jé, nagyhatalom lettünk! Ez az! Szóval, mikor fog kitörni a vallási háború? 1552 van, nem tudom, hogy mi alapján számolja, nem néztem utána, hogy mi alapján számolja. Valahogy a reformáció megjelenésétől kezdve indul egy ilyen visszaszámlálás. Franc. Bulgárok megint nem fognak örülni, de nem vesztek stabilitást, sajnálom. Ja, de a bulgárok pont örülni fognak. Én nem fogok örülni, mert vesztettünk reform progress-t, és így is lassan haladunk a reformokkal. Ausztria behív minket. Na, ezt most elfogadjuk. Gerre ellen, Imperial Liberation, meg whatnot.
Gelre és Trier. Tudod mit? Megyek lootolni Trierbe. Hold my beer. Nézzünk szét, mi újság Európában még. Genoa szépen fejlődik, vagy Genova. Velence kinda szépen. Firenze az para. Meg a pápa is para. Genoáé még az a két sziget is. Lehet, hogy ez a múltkor is így volt. Hogy végződött a marokkóiak háborúja? Erről nem nagyon kaptam szerintem értesítést. Megszerezték Majorkát. Marokkó megszerezte Majorkát. Az oszmánok nem kaptak és nem is vesztettek semmit, de legalább háborúznak Imereti ellen. Bohémia rátámadt lengyelekre. Wow. Yes, szászok, lejárt a házasság, újat akarok. Ez az! Lett egy királynőnk 3-3-3. Most már nyugodtan meghalhatunk, mert a királynő át tudja adni, vagyis a királyné át tudja venni a hatalmat. 70 évesek vagyunk. Wow. És a fiunk 7 éves, a jó kis Friedrich. És sok pénzünk van. Nézzétek csak, úgyhogy be van kapcsolva minden erődünk, what the fuck. Kapcsoljatok már kifele őket, nincs szükségünk rájuk, nem fognak idejönni. Vagyis hát de majd akkor megoldjuk. Látjátok, már ott vannak, már ott mennek, ostromolnak. Az én vazolusomat ostromolják, szóval így 5-69 a bevételünk. Noise. Talán fel is bérelhetünk valakit. Nem. Moral of Armies. Olyan békeidős ember kéne most. Ezek meg nem azok. 14%. Megvan Trigrostroma. Cool. Akkor menjünk, verjük meg őket. Úgy látom, eléggé körbe kell menni. Ja, tudom, a lootolás miatt szereztünk sok pénzt. Igen, amiatt volt. Kávé plusz 2 arany. Nem baj. Meghalt a diplomatánk. Na, őt viszont pótolni kéne. Valakivel. Ebből kapunk pénzt? 4 aranyat. Hát... fine. Te hova mész, dude? Gyere vissza! Jössz vissza! Tényleg hova megy? Valószínűleg megy az egyik erődömre. Hova máshol menne? Foreign talent. Nem. Nem kérünk professzionalizmust. Köszönöm most az a baj, így... nagyon közel vagyunk a 20-hoz. De meg vagyok nélküle. Mert hogy 200 aranyba kerülni, és én most nagyon vigyáznám a pénzemet, ha egy mód van rá. Nem érzem az anyagi biztonságot, ez az igazság. Gerrét is kiszedték a háborúból, kaptunk 17 dukátot és 6 szívességet. Hát... egy öröm volt. Na, jöjjünk haza, és akkor gyakorlatozzunk, hogy ami ilyesmi. És lett Cleaves-re claimünk? Ja, igen. És meg is tudnánk támadni, és senki nem védené meg. Haha. Be tudnánk vazalizálni Cleaves-et. Nem tudom, milyen lenne jó nekünk, de be tudnánk. Vagy pénzt szerezni tőle. Szászország segítene. Tudjátok mit? Támadjuk meg, hát most értitek. Mit nem tart sem eddig. Senki más nem jön be a háborúba. Tehát simán befoglaljuk Cleaves-et. Csak még azt nem tudom, hogy kérjünk tőle azt, hogy vazalizálhassuk, vagy pedig egész egyszerűen csak kérjünk tőle pénzt. Van értelme bevazalizálni? Ugye azt beszéltük, hogy nem tudunk neki újsa területet adni, mert hogy a császár szól, hogy oh, you just didn't do that, és mondaná, hogy adjuk vissza a területet. Kapcsoljuk ki az erődjeinket, főleg azokat, amik így a hátország legvégében vannak. Sose leszünk gazdagok így. Ez maradjon, a Pozenit kikapcsoljuk. Így. Itt közben tovább folytatódik a keleti clusterfuck. Teodoro emelkedett most éppen föl, meg Genoa. Mindig valaki más. Most éppen a Galícia-Volíniát rektelik. Kicsit Kijev is kiveszi a részét a dolgokból. Innen szerzünk lootot. Ja, már kilootolták. Akkor mindegy. Akkor csak egy ilyen kis fun relax háború. Úgyis van rengeteg manpowerünk, van rengeteg pénzünk viszonylag.
Itt hogy állunk? Ó, nagyon jól. Nagyon-nagyon jól. Amint lesz lehetőségünk, meg kell, hogy vegyük ezeket. Mert szerintem drágulni fog csak az Institution nem léte miatt. Tehát még sokáig nem lesz nekünk Institutionünk. Nem túl sokáig, de hogy nem 3 év múlva fog leszponolni, de nem is 4 év múlva fog megjelenni. Nem leszponolni, megjelenni nekünk. Úgyhogy ja, az lenne az felelősségteljes döntés. Ti kivel harcolsz, Köln? És elsősorban miért? Hamburg, Lübeck, Bréma. Hamburg megtámadta Osnabrückért. Hamburg ilyen nagy lett? Wow! Ezt elmulasztottam. Osnabrücköt akarja, ami Münster. Well, have fun! Have fun, kids! Ez egy nagyon durva csata. És valamiért mindenki olyan magabiztossággal ment bele a vesztes oldalra, mint hogyha nem lenne holnap. That's fine. A franciák visszaszereztek minden területüket. Ez a Franciaország, ez ijesztő. Ezt be kell látnom, hogy ez a Franciaország, ez elég ijesztően néz ki. Használjuk a rengeteg pénzünket arra, hogy gyorsan Danzigot befoglaljuk. Vallásilag. 11 hónap. Mert most már 86%-on van csak a Religious Unity. Azért nem kéne nagyon engedni, hogy túlságosan lemenjen. Most van rá pénzünk. Úgyhogy ja, az így jó lesz. Plusz szerzünk pénzt majd Cleavestől is. Remélem Cleavestnek van pénze, bár nem tudom honnan lenne. Nem tudom az új országok mennyi pénzzel spawnolnak, de örülnék neki. Meg annak, hogyha nem tartana túl sokáig ez az egész ostrom. Mondjuk mennyi sokáig tart, szóval ezt már buktuk. Mennyi pénzed van Cleaves? Ja, még megmondjuk neki, hogy legyen jobb a hite. 45 arany. Jó. Szóval megmondjuk neki, hogy Force Religion, meg War Rap. És akkor legyen vazallus. Mennyire lenne mindenki mérges miatta? Hát, annyira nem is. Picit igen. Az, hogy így nem kattogna le. Tehát Wolfsburg nem fogja akkor elveszíteni a dühét. Megnyertük. Menjünk bele a csatába még. Ne, menjünk haza. És úgy döntöttem, hogy akkor csak pénzt tehát nem kérem, hogy legyen a vazallusom. Nem, nincs rá szükségem. Tudom, van ott küldetésünk, de úgyse tudjuk megszerezni a Köln miatt, aki kb. A leghűségesebb szövetségesünk. Úgyhogy ezt most én elengedem. Lesz még rá lehetőség, vagy nem tudom. Ha nem, akkor nem, ez van. Nem is kell a Németországhoz sem ez a terület. Azért megnézem, de tuti nem kell. Nem, majd ez kell, Köln. Köln viszont kell, úgyhogy Köln... Nem azt mondom, hogy készülj fel, de tud, hogy még lesz beszélni valunk. Oké. És akkor ezeket így kérjük. Ja, meg Trade Power-t is adja, most miért ne? Na hát remélem jól szórakoztál, én veszítettem 10 000 embert, de én boldog ember vagyok attól még, mert egyik sem én voltam. Death of a Merchant, ó, ez pénz! 73 arany, vagy pedig egy skill van, Yearly Prestige Guy. De az lenne benne a jó, hogy 50%-kal olcsóbb, szóval szinte apró pénzért tudnánk használni. És ő adminos, ha minden igaz. Ja, oké, legyen ez a 73 arany úgysem annyira jelentős összeg. Legyen ez, és akkor így tudunk szerezni téged 0,71 aranyért. Ami azt jelenti, hogy több admin pontunk lesz, ami azt jelenti, hogy boldog lesz mindenki, aki csak látja, hogy mi milyen boldogak vagyunk, vagy ami ilyesmi. És most lehet kikapcsolni az összes erődöt. Annak ellenére, hogy térítünk, valamiért rengeteg pénzünk van. Bevétel nagyon magas, úgy értem. És megy a térítés? Wow! Akkor valószínűleg Königsberget is be fogjuk tudni téríteni. Mi a helyzet a teritorikkal?
Az a helyzet velük, hogy nem találom a gombot. Hogy hányunk lehet. 7. Igen, jó, emlékszem, ebben a végjátszásban sok van még, amit ki lehet szórni. Mondjuk Szilézia. Szilézia lassan, szerintem, ja már, hogy State. Ups. Akkor te State vagy? Ti mind State-ek vagytok? Te nem vagy State, meg te nem vagy State. Egyiket se érné meg szerintem. Ez tuti nem. Ez még annyira sem. Hát akkor nem. Ha nem, akkor nem. Evan. Én viszont kérjék egy klémet. Vannak-e szomszédos klémjeink? Északon nincs, Lübeckre. Pedig Lübeckre nagyon kéne, mert Lübeck eléggé kezd elszaladni vele aló. Maradjunk ennyiben. Na mi történt itt? Moldávia egy csomó rész kiharapott Galícia-Volíniából, plusz Kijev is kiharapott egy csomó rész Galícia-Volíniából, úgyhogy most nem jó Galícia-Volíniájának lenni. De legalább véget értek a háborúik. Kis béke következik. A magyarokat pedig Morávia foglalja be. What? Morávia? Really? Úristen! Meg az oszmánok, de az ilyen bau. De a Morávia hogy került bele ebbe a dologba? Bajorország szövetség is, és csak úgy megtámadta magától? Csak úgy, Pozsonyért. Morávia, nem is tudom, hogy lett önálló. Béke során, vagy lázadók során? Szerintem a lehet, hogy a magyarok kérték, hogy legyen önálló? Mert ugye a magyarok voltak háborúban Bohémiával. És a magyarok úgy tűnik, hogy elkérték, hogy legyen önálló. És az meg cserébe megtámadta őket. Vagy... nem tudom most mi történt, de ez nagyon durva, gyerekek. Ez nagyon-nagyon durva. Hát jó. Erre mondják, hogy valaki a saját sírját ásta meg. Szerintem ez hazajött az ember, és inkább kiküldjük Moráviába, mert Morávia apparently kemény lesz. Professionalizmusunk elérte a 20-at. Szóval nagyon professionálok vagyunk már. Én tudom, mit akartam ezt beállítani. Közben jönnek az újabb és újabb felfedezések, ami azt jelenti, hogy még több területet kezdtünk el látni, csak közben vennem kell egy új tábornokot. Jó, és valami... ez micsoda? National Decision. State Farm Oké, szóval. Land Maintenance Modifier plusz 15, de Army Drill Gain Modifier plusz 40 lenne. Ezt tudom, hogy butaság és hogy nem mindig éri meg, de lehet, hogy most megérni. Na hát itt mi folyik? Omnireg. Annyira ők ezek a random generátországok. Véget ért Lengyelországra a békénk, what? Meg kell támadnunk Lengyelországot? Of course, hogy megtámadjuk. Már csak azért is, hogy ne csatlakozzon be semmilyen helyre, ahol nem kéne. És legalább innon klávot elkérnénk. Nem ígérkezik nehéz háborúnak. Inkább az lesz nehéz, hogy mikor kössük meg a békét. A fővárosa Lengyelországnak immáron Dobrizin. Cool. És akkor most kéne itt létrehozni egy vazallus államot. Amihez víznak kéne. Vagy legalábbis plokk. Mert ott laknak ezek a mazóviaiak, akiknek nincsen területi igényük felénk. Igaz nincs? Szerintem nincs. Ez a három a mazóviai. Ez a négy. Jó, nincs mazóviának igénye felénk. Az nagyon jó hír. Mert akkor ők lehetnek a vazallusaink. Jó, ez megvan. Próbáljuk berassolni ide. Meg berassolni ide. Hoppá, ott lesz csata. De nem baj. Nem akkora baj, mondjuk inkább ügy. Nincs túl magasan a morálunk, de szerintem visszahozzuk ezt a csatát. Ugye fél morálon voltunk kb. Mikor megtámadtak, azért mert... és megnyertük, szerencsére. Azért mert éppen gyakorlatodásból jövünk. Úgy szóltak, értetik. Gyakorlatoztam minden, és akkor szóltak, hogy hé, srácok, háború van. Mert a menet, vagy ami ilyesmi. Kapcsoljuk ki az erődjeinket, mert megint tökre nincs rájuk szükség, és ezt a gombot is megnyomom, hogy többet ne jusson eszébe bekapcsolni őket, amikor nem mondom. God, king damn it. Ez is egy erőd?
Nem baj. Mi visszük az ostromot. Az a lényeg. Mennyire lesznek ezek felháborodva, hogyha esetleg netalántán úgy találnám, hogy elkérek bizonyos területeket tőlük. Mármint az Európa mennyire lesz felháborodva. Franc. Nem jött be a taktik. Mondjuk azt, hogy kérem az összeset, amire klémen van, akkor mit szóltok hozzá? Uh-huh. Némileg. És hogyha elkérem azt is, amire nincs klémem? Uh-huh. Minimálisan. Lehet akkor az lesz. Lehet az lesz. Muszáj területeket szereznünk. Nézzétek már, keletről jönnek a moszkvaiak, délről jönnek az oszmánok, nyugatról jönnek a franciák. Minden oldalról szorongatnak minket. Ennek nem lesz jó vége, de legalább vehetünk képességet. A tök fölösleges képességek közül vehetünk egyet. Ship trade power. Nem mintha lenne hajónk, vagy flottánk, vagy bármink. Bár most, hogy mondom, lehet, hogy érdemes lenne egy flottát legyártani. Főleg, hogyha majd éjszakon fogunk háborúzgatni. Mennyibe fájna az nekem? Flagship! Ah, tényleg van ilyen is, hogy build flagship. Tudnánk? Nem. 1500 sailor kell. Tehát olyan hadsereg, vagy olyan flotta kell, ami van 1500 flayer. Sailor. És... Oké, lássunk neki. Kell nekünk geli. Nagyon sok geli kell nekünk. És egy ilyen geliben van... Hány sailor? Komolyan arról nem írod? 100. Tehát 15 geli kell. Minimum. Most egyenlőre ennyit gyártsunk le. Nem értem, hogy nem... Ja, ez csak egy lagúna, azért nem tudsz hajót gyártani. De végülis át lehet vinni a traktorra, át lehet húzni a jó helyre. Értitek? Mindent lehet, csak akarni kell. És akkor lesz majd nekünk boldogság. Meghalt a királyunk, no. De van egy királynénk, yay! És kaptunk presztízset a térítésből. A szászok... Nem, most nem. Szászokkal most nem kötök házasságot, elmondom miért. Mert ha megkötjük, akkor... Hol műc? Szóval, hogyha megkötjük ezt a házasságot, akkor amint jön a királyunk, ami még 3 év, 4, akkor nem fogjuk tudni megint házasságot kötni, és akkor nehéz lesz megint királynőt szerezni neki, értitek? Királynét. Hova mész már? Hova mész? Úgy mész, mintha nem lenne holnap. Azt is bekapcsolom, meg ezt is bekapcsolom, azt megnézheted magad. Különben is megvan az ostrom. Jó, menjünk haza. Annak ellenére, hogy itt kéne ostromolnunk, szóval... Dude, lenne dolgom! Oké? Okay? Meggondolta magát. Király. Hiszen el fogjuk tudni kérni ezt mindet? Simán. És még pénzt is talán. Ez lenne mind a cél. És az lenne, hogy létrehoznánk itt... egy vazallus államot. Mazóviának. És nekiadhatnánk a területeket, amiket majd szerzünk Litvániától, Lengyelországtól és Galícia-Bolíniától a jövőben. Azt hiszem elég szolid terv. Menjél Marienburgba, persze. Pénz ez minek? De nem, jól állunk pénzből, jól állunk pénzből. Non-enforcement of ordinaries. Plusz 15% local autonomy vagy 50 admin vesztés. Local autonomy-t kérek. Pózemben is nem lehet tudom csökkenteni. Ja nem, mert háborúban vagyok, ups. Igyekezzünk nem elfelejteni, ne csökkenteni. Ha véget ér ez a nyomorult háború. Ausztria is, őt is elkutasítanom sajnos. Várjatok picit, jó? Majd megkötjük. Ígérem, olyan jó házasságunk lesz. Hogy nagyon. Következő Church Power plusz 10% és Tolerance of Faith plusz 2. Ez pedig Trade Efficiency, Diplo és Admin. Ezek fognak kerülni 679-be. Szóval, ja, tudunk majd venni ideát is. Úgyhogy már most előkészítem a groundworkot neki. De ezt még nem kéne kivenni. Ezt a baptista embert. Akkor vegyük ki ezt. Vegyük ki a plusz production efficiency-t, akármennyire is fáj a szívem.
most idegenesen ezt meg kell csinálni. És helyette ide a pontok csökkentése, ide a plusz mínusz 5%. Amit szinte meg is teszek most, hogy megveszem őket. És így csak 377 pont. Így. És kaptunk Infantry Compatibility plusz 20-at is. Ami azért nem gyenge. Lássuk be, azért az nem gyenge. Jó. Jaj, ott délen nagyon csúnya dolgok történnek. És amint visszatér megint ez felmegy 100-ra, akkor megint kicseréljük, visszacseréljük az időkosztott Production Efficiency-re. Illetve itt éjszakon kéne raknunk a klémet. Rád. Lübük. Meg... Moráviára, Brunóra. Te hazajöhetsz, a többiek not so much. Oké, okay, lehet új admin, meg mindenfajt. Admin pont nem, az admin kicsit elszámoltam. Várni kell még júliusig, de a többit meg tudjuk venni és meg is vesszük. Mert még igencsak rosszul áll a szénánk. Institution terjesztésben. 35%, látjátok? Tehát ez nem holnap lesz kész. Hanem valószínűleg azért a következő, most van 13 évünk a következő vásárlásig, addig valószínűleg azért össze tudnak hozni valamit. Elkészült a flottánk egy része, az új Glorious flottánk egy része. És valószínűleg ez viszi a pénzt. Mennyi pénzt foglalnak el ezek? Rálom sokat. 0,35. Na ezért gyártok én geliket. Mert azok ilyen vicc kategória, hogy mennyi pénzt tesznek. Azt hiszem, igaz? Igen, 0,35. Full maintenance-en. Hagyjuk már. Most, hogy ezt megvettem, ez azt jelenti az adminteket, hogy elfogyott az összes admin pontom. Ami azért para, mert most eléggé kéne. Értitek? A befoglaláshoz. Mi lesz az, amit megtartok magamnak? Ezt a hármat jó lenne, és a Dobrizint már átadni Mazóviának. Idős esetben ugye csak ez a kettő a Mazóvia. De... ez nem egy ideális eset. Vagy Kelmót is adjuk át, és legyen itt a határ a folyónál. Végül is... Kelmó 10-es terület, ez 5-5, az összesen 10. Nem tudom, hogy legyen igazából, hogy lenne a legideálisabb. Jó, ez is megvan, ez a térítés. Van valami még, amit téríthetünk? Nincs. Kiváló. Élmény volt. Akkor viszont ezt le tudom venni. Erre most nincs szükség. És ennek a helyére jöhet az, hogy... Production Efficiency. Van még valami más? Ami jó. Prestige. Bár abban most van az űrge, aki dolgozik rajta. Legitimáció az majdnem 100-on. Global Saturday Increase-re nincs szükségünk, Manpower Recovery Speed-re nincs szükségünk, maximum van szinte. És ennyi. Úgyhogy ja, ennyi. Ezekre van szükségünk, meg ezek jó dolgok. Hamburg! Wow! Not cool. Not cool. Annyiban viszont jó, hogy immáron Hamburgnak, Hamburg nem szabad királyi város, tehát Hamburgot bármikor megtámadhatom Hamburgért. Nem fogja Ausztria megvédeni, csak kell rá egy claim. De ja, meg tudom támadni Hamburgért. És akkor elveszük tőle Hamburgot, ami kell nekünk Németországhoz. Azt hiszem, ugye kell Németországhoz Hamburg. Tudom, amit kell megnézni, most máson dolgozom. Ez kell. Tehát... itt... Jep, kell hozzá Hamburg, úgyhogy igencsak meg fogjuk szerezni Hamburgot. És milyen szövetségesei vannak Hamburgnak amúgy? Riga, Bréma, Lübeck. Hát ez Lübeck, oké, Lübeck kicsit parás. De amúgy ez egy teljesen tartható dolog, ráadásul az északnak van inkább. Eddig erre foglalgattunk területeket, ami azt jelenti, hogy máshogy alkalmazkodik, tehát máshogy számolódik az aggressive expansion, inkább ezekre a területekre számolódik, tehát ők lesznek mérgesek, nem pedig ők. Értitek? Megint be van kapcsolva egy csomó erődöm. Ja, mert én kapcsoltam be.
jöttek a lengyelek emberkedni. Lengyelek léteznek még? Vagy már egy feladták? Még valahol vannak 6000-en. Ja, hajrá. És igazából nekem minden megvan, amit szerettem volna. De tényleg. Amit szeretnék, az az, hogy ezek kattogjanak le, és ezt el is fogom érni. Tehát ezt mindet elkérhetem, és nem fog senkit zavarni. Jó. Bohémiát igen, de béke van. Lengyelországot igen, de béke van. A Palatinátust igen, de az egy ember. Bajorország és Würzburg meg le fog kattogni másfél éven belül. És a háború elkezdődött 55-ben, tehát 60-ig lehet vinni. 60 végén megkötjük a békét, és elkerüljük ezeket a területeket anélkül, hogy bármilyen fenyegetés lenne. Arra, hogy mi... Hogy koalíció legyen ellenünk. Ha ezt a kettőt kérem el, akkor az csak 44 admin pont. Hogyha ezt így, akkor az több, de csúnya. Hoppá. Keresztény lázadók. Keresztények? Nem, református lázadók. Azt nem engedhetem. Mi legyen? Vagy esetleg így? Ugye itt van az államhatár. Azért lenne logikus ez. És ezt a kettőt pedig átadni Mazóviának. Jó, legyen még ez. Legyen teljes az állam. Ez az enyém lesz, ez Mazóviája, és Mazóviának még lesznek majd területi igényeit mindenfelé. Erre pont nincs, de itt van Mazóvia, itt van Mazóvia. Máshol nincs, de azokat meg majd megoldja magának. Még amíg gondolkoztam mostanában, hogy itt a legesleg végére a résznek, hogy fel kéne fejleszteni pár Center of Trade-et. Itt van egy Berlinben, ami csak egyes, ami elég para. Szerintem azt fel kéne dobni kettesre, már csak így prestige miatt is. És ez kerülne nekünk... Ja, háborúban vagyunk, nem tudjuk olyankor fejleszteni, de azt hiszem, hogy 500 aranyba kerül, vagy 200-ba? Lehet 200-ba. Az, aki jobban ért a trade-hez, az mondja meg, hogy szerintetek melyik Center of Trade-et lenne érdemes fejleszteni. Itt van még egy Starslund-ban, ami nyilván ide dolgozik, nem pedig ide. És azt hiszem ennyi, ami nekünk van. Ja, meg itt van még egy Königsbergben, ami meg ide dolgozik, tehát az itt hagyjuk, ezt felejtsük el. Lehet, hogy a Starsund itt lenne érdemesebb fejleszteni. Mert az ide dolgozik, és ez a Hansa Lübeck trade node, ez nagyon erős. Majdnem annyira erős, mint ez a genovai, ami a legerősebb a játékban. Na mi lesz, srácok? Nem kötjétek meg a békét Magyarországgal? Hát jó. Mindegy. Jó, elkészült egy újabb claim lehetőség, úgyhogy le is rakjuk, és ezzel véget is ér ez a mai epizód. Köszönöm szépen a figyelmet, remélem tetszett, írjatok le megjegyzéseiteket a kommentben, és találkozunk jövő hétfőn. Innen folytatjuk. Szerintem tök jól állunk. De tényleg? Hát tényleg tök jól állunk. Hát nézzetek már, meg nagy hatalom vagyunk, meg whatnot, és van egy csomó erőnk. Plusz 20% infantry compatibility. Mi vagyunk a legkirályabb királyok a világon. Amíg nem jönnek a franciák, az oszmánok, vagy az oroszok. Oh boy. Sziasztok.